A fővárosban a 12. kerületben szavaztak a legtöbben a vasárnapi választáson. Új diagnosztikai központtal bővül az Országos Onkológiai Intézet. A pénzügyi folyamatok megértését is segíti az egykori postapalota épületében megnyílt pénzmúzeum. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Az eddigi adatok szerint összesen 135 mandátumot, vagyis kétharmados többséget szerzett a Fidesz-KDNP a vasárnapi országgyűlési választásokon. A voksoláson a választásra jogosultak 69,54%-a vett részt, a hegyvidéken ennél is magasabb, több mint 80%-os volt a részvételi arány. Itt van a szomszédunkban két nagy országháborúja, veszélyes a dolog, ki kell belőle maradni, szerintem ez a tét. Ezt mondta Orbán Viktor az országgyűlési választás reggelén az Ugligeti Általános Iskolánál, miután leadta szavazatát. A voksolásra a budai szavazókörökben is egész nap folyamatosan érkeztek az emberek. Mindig fontosnak tartom, nem csak most. És ma ez egy különösen fontos szavazás. Itt a helyen mindig eljártam szavazni, lelkismeretem szerint. Én mindig szavazáson részt vettem eddig a rendszerváltás óta, előtte sosem mentem el, ezt megvallom. A szabadságjogaimhoz tartozik, és az állampolgári felelősségemhez, hogy kinyilvánítsam ilyen módon is a véleményemet és az állásfoglalásomat. Az ország jövőjéről van szó, és a kerületéről is. Az esti urnazárásig országosan a választásra jogosultak közel 70%-a adta le szavazatát. A fővárosban ennél is magasabb volt a részvételi arány. A 12. kerületben például a választópolgárok 81%-a voksolt, a második kerületben pedig 80%-os volt a részvételi arány. A 12. kerületben Hajnal Miklós, az ellenzéki összefogás jelöltje szerezte meg a szavazatok többségét, Füries Balázs, a Fidesz-KDNP jelöltje pedig néhány százalékkal maradt el ettől az eredménytől. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltje 5,5, a Mi Hazánk párté pedig 2,23%-ot kapott. A függetlenként induló Hajdú Máriára a választópolgárok 1,31%-a szavazott, a Megoldás Mozgalom által indított Jenei Dávid pedig kevesebb, mint 1%-ot kapott. Az országgyűlési választásokon ismét jelentős többséget szerzett a Fidesz-KDNP, amely a szavazatok több mint 53%-át szerezte meg. Ez 135 mandátumot jelent. A DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd alkotta ellenzéki összefogás 56 képviselőt küldhet a parlamentbe. A Mi Hazánk 7, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pedig 1 mandátumot kapott. Orbán Viktor a Bálnánál tartott eredményvárón azt mondta, a kereszténydemokrata politika, a konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött. Ez a győzelem azt jelenti, hogy hiába a taktika, a cselszövés, a ravaszkodás, a végén mindig a szív győz. A mi győzelmünk, a ma esti győzelem, Magyarország ma esti győzelme, a szív győzelme. A kormányfő köszönetet mondott a magyar választópolgároknak, akiknek azt üzente, mindent megtesznek annak érdekében, hogy megszolgálják a bizalmat. Vasárnap tartották a gyermekvédelmi népszavazást is. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a 4 feltett kérdésre a többség nemmel szavazott, de a referendum érvénytelen lett, mert a szavazatok száma nem érte el az 50%-os küszöböt. Több mint 30 milliárd forintból épül új onkodiagnosztikai központ az Országos Onkológiai Intézet területén. Az új centrumnak köszönhetően a betegek vizsgálatai 1-2 nap alatt elvégezhetőek lesznek. Elhelyezték az Országos Onkológiai Intézet új onkodiagnosztikai központjának alapkövét. A Gyógyfű és Kékgolyó utca által határolt területen a jelenlegi téglaépület helyén egy többszintes, több mint 14 ezer négyzetméteres centrumot alakítanak ki, az épület alatt pedig mélygarázs kap majd helyet. A fejlesztés legnagyobb előnye, hogy minden eddiginél gyorsabban tudják elvégezni az egyes vizsgálatokat, hangsúlyozta az intézmény főigazgatója. Gyakorlatilag minden onkológiai betegnek egy nap alatt az elejétől a végéig, tehát képalkotó szövettani diagnosztikáig bezárólag el tudjuk juttatni. Természetesen ez nem azt jelenti majd, hogy a leletek is egy nap alatt megvannak, mert annak feldolgozási ideje van, de a vizsgálatokat végig tudjuk gyakorlatilag ideális esetben egy-két nap alatt pörgetni.
Nyilvánvaló ez felgyorsítja a betegek kezelésének a megkezdését, és emellett egy országos telemedicina szolgáltató központ működtetését is vállalja majd az intézet, az összes onkológiai ellátóhelyel összekötve, ami lehetőséget biztosít majd virtuális onkotímekre. Így néz majd ki az Onkológiai Intézet új onkodiagnosztikai központja. A földszinten helyezik el a képalkotó diagnosztikát, az első emeleten a patológiai és citológiai részleget, a második emeleten kutatóosztályok, a legfelsőbb szinten pedig az országos telemedicina központ kap helyet. A beruházás összértéke meghaladja a 30 milliárd forintot. A fejlesztésnek köszönhetően a legmodernebb körülményeket tudják biztosítani a vizsgálatokhoz és a gyógyításhoz is. A kiviteli tervek elkészültek, és a pályáztatás is elindult. Az Emberi Erőforrások minisztere szerint a fejlesztés azért fontos, mert az Onkológiai Intézet a daganatos betegségek diagnosztikai, terápiás és oktatási központjaként is működik. Ennek a feladatkörnek az intézet időarányosan és lépésenként mindig meg is felelt, de az, hogy kiteljesedjen és valóban be tudja tölteni ezt a szerepét, hiányzott egy olyan épület, ami megteremti a feltételeit annak, hogy az egész ország kialakított onkológiai rendszerét kiszolgálja a minőségi diagnosztikával, terápiás modalitások egy részével, gondolok itt az endoszkópiára például, és a kutatóegységeink is kikerüljenek abból a 8-asnak nevezett épületből, amit nem is tudom, hogy a kezdetek kezdetén minek használtak. Az elmúlt években egyébként folyamatosak voltak a fejlesztések az Országos Onkológiai Intézetben. Több százmillió forint értékben kapott új műszereket az intézmény, így mostanra a teljes sugárterápiás eszközparkot lecserélték, és új robotsebészeti beavatkozások is elérhetővé váltak. Emellett számos épületben megújultak a várók, a folyosók és a kórtermi fürdőszobák is. Tavaly pedig átadták azt a mellkassebészeti részleget is, amelynek köszönhetően még több beavatkozás, köztük például tüdőtranszplantációk elvégzésére van lehetőség. Kétnapos akciót tartott a BRFK, ezúttal a buszsávok használatát ellenőrizték az egyenruhások, mert még mindig sok a szabálytalankodó a fővárosban. A rendőrök majdnem 80 esetben intézkedtek, 70 autós helyszíni bírságot kapott. A BRFK munkatársai a záróvonal átlépése és vezetés közbeni mobilozás miatt is büntettek. Ezen kívül előállítottak egy vezetéstől korábban eltiltott autóst, és egy körözött személyt is elfogtak. Közben újabb országos ellenőrzést indított a rendőrség, az akció egy európai szintű sorozat része. Most elsősorban a biztonsági jövő és a gyermekbiztonsági rendszer használatát vizsgálják a rendőrök, valamint azt is ellenőrzik, hogy a motorosok viselnek-e bukósisakot. Folyamatosan érkeznek Budapestre az ukrajnai menekültek, a hatóságok több mint 1000 embernek nyújtottak segítséget az elmúlt napon. Sokan családtagokhoz, ismerősökhöz mennek tovább a Bokcsarnokban kialakított humanitárius tranzitpontról, de vannak, akiknek az elhelyezéséről is gondoskodniuk kell. Akár egy igazi aranytömböt is kézbe vehetnek a látogatók a pénzmúzeum kiállításán. Az egykori postapalota épületében kialakított múzeum nem csak a pénz történetét mutatja be, de a pénzügyi folyamatok megértését is segíti. A legtöbben csak a filmekből ismerik a tőzsdék világát, az új pénzmúzeumban azonban most bárki kipróbálhatja, milyen a tőzsdecápák élete. Egy nemzetközi tőzsdén találjuk magunkat, ahol, mint ahogy a valóságban is, gyorsan kell reagálni a részvények árának, árfolyamának változására, kereskednünk kell, folyamatosan kapjuk az ingereket, impulzusokat, hogy mi történik, éppen csökken, emelkedik egy-egy cég részvényének árfolyama, ezt kell lereagálnunk. Az egykori postapalota épületében kialakított kiállítótérben számos hasonló interaktív eszköz várja a látogatókat. A pénzmúzeum ezek segítségével nem csak a fizető eszközök kialakulásának történetét mutatja be, de a gazdaságban betöltött szerepét is.
Ez nem egy hagyományos értelemben vett pénztörténeti kiállítás, kettős funkciót tölt be. Egyrésztről szeretnénk bemutatni a Magyar Nemzeti Bank érme és bankjegygyűjteményét, amit szeretnék elmondani, hogy a második legnagyobb Magyarországon, az első az a Magyar Nemzeti Múzeumban van, a Magyar Nemzeti Banki az kb. 60 ezer darabot számlál. A kiállításban bemutatásra kerül kb. 2000 darab műtárgy, ez fedi le a múzeumi funkciót. A kiállító térben bemutatott tárgyak között szerepel a Nemzeti Bank szabadságtéri székházának makettje és a jegybank alapító elnökének Popovics Sándornak a személyes tárgyai, köztük a kalapja és az asztala is. Neki is fontos szerepe volt abban, hogy a trianoni békeszerződés után sikerült stabilizálni Magyarország pénzügyi helyzetét. A kiállításon emellett az is kiderül, hogy milyen biztonsági elemekkel látták el a bankjegyeket annak érdekében, hogy megakadályozzák a hamisításukat. Bemutatjuk a kiállítótérben Magyarország aranytartalékának egy darabját, egy igazi aranytömböt, amit mindenki saját kézzel foghat meg, emelhet meg. Saját arcképes bankjegyet lehet tervezni, pénzpréselés van, a bankjegyek valódiságának ellenőrzésére van lehetőség, megismerhetik a látogatók azokat a biztonsági elemeket, amiket szabad szemmel nem láthatunk, nagyítóval lehet megnézni azokat az apró, pici díszítéseket, amiket szintén szabad szemmel nem láthatunk, úgyhogy rengeteg izgalom és érdekesség várja hozzánk el látogatókat. A pénzmúzeum nem csak kiállítótérként, de edukációs központként is működik. A Magyar Nemzeti Bank fontos feladatai közé tartozik ugyanis a pénzügyi kultúra fejlesztése és a fiatalok pénzügyi tudatosságának növelése is. A pénzmúzeum abban a különleges épületben kapott helyet, amely egykor az ország első irodaháza volt. A Sándi Gyula tervei alapján felépült postapalota egészen a közelmúltig az eredeti funkciójának megfelelően működött, majd évekig állt kihasználatlanul. 2016-ban került a Nemzeti Bankhoz, amely teljes egészében felújítatta. Elhunyt Kocsis Miklós, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatója. Előbb jogi, majd közgazdász diplomát szerzett, 200 publikáció szerzője, fél száz hazai és nemzetközi konferencia előadója volt. Kutatási területei közé tartozott az alkotmányjog, a kulturális jogok és a tudományfilozófia. 2015 óta vezette az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetét. Sokoldalú tudományos oktatói, szakértői tevékenységért 2020-ban a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje kitüntetést vehette át. Kocsis Miklós tragikus hirtelenséggel halt meg, 39 éves volt. Lenyomatváros címmel rendez kiállítást Gáspár György munkáiból a Hegyvidék Galéria. A tárlat a Ferenczi Noémi díjas művész legfrissebb alkotásait mutatja be. Gáspár György többféle technikát használ az üveg megmunkálásához. Legújabb munkái esetében építészeti rajzokra emlékeztető vázlatok alapján festett üveglapokon vonalzó mentén kapar ki geometrikus absztrakt szerkezeteket, majd ezeket egymásra ragasztja. A pénteken megnyíló kiállításon a képzőművész papírmunkáit és egyedi rajzait is láthatják az érdeklődők. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!